És Jézus is olyan vigasztalóan mondja, hogy aki csak egy pohár vizet is ad, a legkisebbek egyikének csak azért, mert az én tanítványom, bizony mondom néktek, nem marad el a jutalma. Nem nagy dolgokra kell gondolni. Jézus nem véletlenül ragad meg az egy pohár víznél. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert a próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Azt hiszem, testvérek, hogy Elizeus esete, amiről a Királyok könyve beszámol, és aztán a Máté evangéliumából származó részlet nagyon is szoros összefüggésben van egymással. Olyan gyönyörű mind a kettő, ahogy Elizeus kapcsán az asszony próbál a kedvében járni, és Elizeus azon töri a fejét, hogy vajon mivel viszonozhatná azt, és a szolgája tanácsára valahol a legnagyobb szükségére tapint rá, a legnagyobb bánatát tudja orvosolni azért a kedvességért, a szeretetnek azért az élet jelenségéért, a gondoskodásért cserébe, hálából, amit tőle kap, amit tőle megtapasztal. És Jézus is olyan vigasztalóan mondja, hogy aki csak egy pohár vizet is ad, a legkisebbek egyikének csak azért, mert az én tanítványom, bizony mondom néktek, nem marad el a jutalma. Nem nagy dolgokra kell gondolni. Jézus nem véletlenül ragad meg az egy pohár víznél. Valahol az élet apróságaiban rejlenek talán a legnagyobb csodák. Valahol a legkisebb gesztusok tudják a legnagyobb erőt megmozgatni. Valahol a mindennapos dolgok olyasmik, amiknek semmi jelentőséget alapvetően nem tulajdonítunk, nagyon sokszor bizony őrült nagy dolgokkal érnek fel. Gyakran fordul elő, hogy közösségeink akkor, amikor egy-egy pap akár jubileumát ünnepli, névnapja, születésnapja, bármi egyéb van, akkor dedikált alkalomhoz ragadva próbál valami nagyot, próbál valami világra szólót, próbál valami őrületeset felmutatni, ajándékozni, adni. Én azt hiszem, hogy ezeknél sokkal fontosabbak a mindennapok picin gesztusai, hogy rányítjuk-e egymásra az ajtót, hogy egyáltalán megkérdezzük-e tőle, hogy atya egyébként hogy van, miben tudnánk segíteni. Az a pohár víz, az a súlytalan, az a jelentéktelen kis apróság, az bizony rengeteget jelent akkor, amikor nagyon sokan egy-egy plébánián szinte magányos bozót harcosként látják önmagukat, és próbálják egyedül tolni a közösség szekerét. Nyilván a felelősség mindig kétoldalú. A pásztor fordul-e bizalommal a nyájához, hangsúlyozzuk-e eléggé azt, hogy az egyház mi vagyunk. Nem én, nem ti. Nem csak a szolgálattevők, nem csak a meghívottak, nem csak a szolgálati papság soraiban lévők. Az általános és a szolgálati papság
együtt alkotja a Krisztus körül összegyűlt népet, és sikerre Krisztus ügyét nyilván csak akkor tudjuk vinni, ha egymásba kapaszkodunk. Ennek záloga olyan sokszor csak ez az egy pohár víz.